Ú, nem indítottam el a kamerát. Nagyon vicces vagy. Sziasztok, én Mester László Dávid vagyok, ez pedig az Apavlog csatornám, és... Az ő Apavlog csatornája. Azért vagyunk itt, hogy a gyerekeinknek kellemetlen kérdéseket tegyünk föl, pontosabban kellemetlen helyzetekre vonatkozó kérdéseket, és azt akarjuk megtudni, hogy mennyire felkészültek az ilyen vészhelyzetekre. Ez már egy második rész, tehát itt van fölöttem, vagy melyik oldal szokott lenni? Itt. A link itt. Az előző itt. Részre, na ez az, ahol Tibi csatornáján kérdeztük ugyanerre a gyerekeket, illetve ez ugyanaz az alkalom, csak az első kérdéscsoport az Tibinél jelent meg, úgyhogy ott meg tudjátok nézni az előzményeket, most pedig a folytatás jön, mert elég sok a kérdés. A 8-asnál vagyok. Nem, a 7-es. 7-es? A 7-es. Nem... Hú, tényleg a 7-es, az te vagy a páratlanos? Én meg a páratlanos. Szóval, mit tennél, ha egy osztálytársad vagy iskolatársad indokolatlanul lehülyézne vagy belét kötne? És ha indokoltan? Az majd a következő kérdés. Ki akar válaszolni? Várjál, volt ilyen először? Volt, igen. Nálunk van az osztályban egy ilyen csoport, aki kipécít mindig egy embert, és azt addig szivatja, amíg... Ó, de kedvesek, igen. És te csoport tagja vagy nem? Nem. Szólnék, hogy hagyjon békén. És megkérdezném, hogy mi a baja velem. Jó, de nem hagyja abba, tehát hogy ezek nem szokták ilyenkor abba hagyni. Karánkor. Mi a következő lépés? Zaklatás miatt elküldjük a feljelentést. De Fruzsika, mikor szólsz a tanárnéninek, vagy anyukádnak, vagy apukádnak? Mi az a pont, amikor már szólsz? Például, amikor megfélemlít valamivel, hogy elmerem mondani a kör. Megvel. Aha, igen, mert ez egy gyakori fogás, ugye, hogyha szólni mersz, akkor még nagyobb baj lesz, és akkor ezzel fenyegetnek. De volt ilyen? Már úgy értem, hogy volt-e olyan, amikor már szóltál tanárnéninek? Igen, volt. Vagy, volt ilyen. Vagy szülőnek, igen? Igen, volt. Jó, helyes. Nem tudja, helyes, hogy szóltál. És nálatok? Dani? Nálam volt egy nagyon hülye gyerek a régi sulimba, aki folyton szivatott. Te szóltál nekünk, hiszen mielőtt tudtunk, nem tudom mennyi idő után, de elég hamar, és elég sokszor hallottuk ezt. Na, a új sulimban is van most. És az új sulimban is van ilyen, igen. Van egy ilyen hatodikos gyerek most a sulimban, aki így hozzászólok, hogy csá, vagy ilyesmi, és akkor már rögtön megy felárulkodni. És csak ennyit csináltál? Hát néha. Ennyit, és néha szokott egy csá, és közben lehet egy vödör víz. De ez mi volt? Szivattak, aztán mi is visszaszivattuk, aztán így. Jó, a banda hálózat, hát ez az rendben van, az alap. Na mindegy, a lényeg az, hogy igen, a cikk szerint is szólni kell, mert ezt sejtettük. Még eszembe jutott egy. Játszottunk egy ilyen játékot, hogy felelsz vagy mesz, és akkor mondtam, hogy merek, és így azt mondta az egyik barátom, hogy voltak ilyen evédes dobozba beszúrkálva ilyen tűk. Ez durva sztori. Ezt ismerjük. És így ki kellett nyomnom ujjjal a hegyénél a tűt, a dobozból. És ez a barátod? Hát, most már nem. Igen. Ez a fiú, ez nem a barátod. Ez egy barom. De hogy ilyen hülyeségekbe képesek belemenni. Nem, például már az osztályfőnökünk azt mondta, hogy mi már ne jártunk fel ezt, hogy mert az egyik osztálytársam már azt mondta, hogy ugat ki az ablakon. Na ez az, tehát a harmadikra. Ez nagyon hamar ilyen idiótaságban fullad, és ugye ez még sokkal nagyobbakkal is megtörténik, ugye itt szoktak az ilyen, volt az a planking, meg nem tudom, amikor estek le az erkélyről az emberek, és még azt mondja, hogy tudod, amikor az a gyerek, aki azt mondta, hogy nyomjam ki a tűt, akkor azt kérte egyik jobb barátomtól, hogy üljön bele apukába. Ahhoz képest az még fagyjára. És beleült, és kibont. Nem indítottam el a kamerát. Nagyon vicces vagy. Tehát amint te határaidon így kívül esik, azt így nem kell megcsinálni. Tehát attól nem vagy szararc is, és attól nem vagy rossz fej a társaságban, hogy azt mondod, hogy... Na ez nagyon fontos, igen. Tehát, hogy nem kell mindig megfelelni a hülyéknek. És majd amikor nagyobbak lesztek fel, ez a... Gyere, ígyunk még egy pár linkát, akkor jön majd ez. Na ez fontosan ez volt. Ez felnőtt korodó. Nem akarsz inni, nem kell inni, és kész. Most apam te jössz. Jó, akkor én jövök. Mit tennél akkor, hogyha vársz a lépcsőházatokban lépve, és egy idegennel együtt kéne fölmenni, akit meg soha nem láttál? Semmit. Mész vele egy. Jó, de itt az van, hogy gyanús, tehát hogy valami nem oké. Ja. De mi nem oké? Akkor mit tudom, mi az, hogy nem oké? Egyszerre csináltam, hogy így láttam néhány gyanús alakot, és így
elmentem, másik irányba elmentem, és megvártam, hogy elmenjenek, és visszamentem oda, ahova menni akartam. Ez a túlélő ösztön. Igen. Azt mondja kifejezetten, hogy gyere, szállj be velem nyugodtan. Hát akkor biztos, hogy visszamentem. De hogy alapvetően mérlegelen, tehát hogyha egy ismeretlen ember van ott a lift előtt, meg te, és fel akartak menni, akkor azt mondta, hogy tessék előre menni nyugodtan, vagy ő mondja azt, hogy bocs bácsi, előbb én fölmegyek, vagy megvárod, amíg ő beszáll, gyorsan fölmegyek. Ezek a jó válaszok. Na, ez a következő, ez nem tudom, hogy kicsit kilóg innen. Mit tennél, ha leforráznád, vagy megégetnéd a kezed? Hát az első dolog, hogy hideg vízbe teszem a kezemet instant, és a másik kezemben hívom a 112-t és anyukámat. Jó, segítséget kell hívni, és hideg vízbe teszem. Tegyél fel a kezéteknek, van Facebookja. Akkor ezt kipel. Nekem van. És mit teszel, ha egy idegen bejelöl? Na ilyen már volt, ez szó szerint megtörtént 2 évvel ezelőtt, hogy rám ért egy bácsi valamilyen molesztáló szöveggel a Facebookon. De komolyan? De, igen. Tényleg? Te csináltad az egészet. Nem te írtál rám, hanem te mondtad, hogy akkor mit kell csinálni ezeket. És meg? Hát azt mondtad, hogy akkor utána nem lesz Facebookom, és letiltottuk azt a bácsit. Az egyszerűen volt egy ilyen sztori, és elterjedt egy ilyen internetes hülyeség, hogy ilyen momó, ilyen molesztáló szövegeket írt. Jó, és momo. Az egyik az egyetemről ráírt. Nagyon rossz. Tényleg? Igen, és a suliba írt rá. És azok szokták, hogy így momó megöleste az ágyba, meg ilyeneket tudok egymásnak beszélni. Visszaísz a momónak, és hogy visszaválaszol, azt mondja, hogy ne este meg fog ölni az ágyba. Én arra emlékszem, mert ez ugye a Danéknál is téma volt, mert az osztályról tudtak erről a momóról, mutogattak egymásnak képeket, meg ijeszegették egymást. És tök sokáig tartott elmagyarázni a gyereknek, hogy a momó az úgy nem valaki. Tehát, hogy nem létezik. Mit tennél, ha egy közeli felnőtt férfi szeretné, hogy legyen egy közös titkotok, amit senkinek nem árulhatsz el? Egy közeli ismerős, akár rokon. Nagybácsi, akárki. Rokon. Rokon. De akkor nem kell a fényben, tudok, hogy rokon. Igen. Rossz válasz. Ez a tévedés, igen. Rossz válasz. Mert a csomószor zaklatnak gyereket. Rokon. Zaklatás és molesztálások nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nagy része, az közvetlen ismerős a család. Vagy még az itt is az a nagyon fontos, hogy a szülőknek viszont mindent el kell mondani. Az ilyet különösen. Felállhat az, hogy ott van a, hogy mondják, a lelkiismeret, hogy így, hát nem akarod teköpni, mert szereted azt a családtagodat. Pontosan. Itt ilyen a lelkiismeret. De be kell mellett. De ezek pont erre appellálnak. Mert évek óta ismered, mert mondjuk a bácsi, akihez jársz úszni, vagy aki nem tudom én, aki rendszeresen zárja a tornaöltözőt, vagy azért akárki. A cikk szerint. Kérlek szépen. Mindenképpen beszélni kell a szülővel. Az van itt, hogy a legtöbb, az zaklatás általában az olyan helyről jön, ahonnan a legkevésbé számítasz rá, mert nagyon közeli az ismerős. Mit tennél akkor, hogyha valahonnan leesnél, bevennél a fejed, szédülnél és hány ingered lennél? Annyit azért tudok csinálni, oké, 112 és valamelyik. Jó nap. Na, ez ilyen esetekben tökre fontos, hogy nem kell mozogni. Tehát az van, hogyha a gerinceddel valami történik, és mozogsz, akkor levérolhatsz. Segítséget kell hívni, lehetőleg mozdulatlanul maradva, hogy jöjjön oda valaki, aki látott már ilyet, és meg tudja nézni, hogy van-e valami bajod. Segítséget kell kérni, és nyugton kell maradni, így van. 13-ig, bár ez egy kicsit... Ez a te kedvenced, ez már a konkrét ember. Jó, érte, hogy ez így jön. Mit tennél az utcán, hogy idegen megragadná a kezedet, és szorítani, húzni, vonszolni kezdene magát. Ordítani, ennyi. Igen, ordítani kell, illetve azt mondja, hogy küzdeni is, tehát nyugodtan tökön lehet ugni a támadót. És főleg nagy zajt csapni. És azt még azért szúrjuk oda szintem a végére, hogy ez nem ilyen légből kapott ötlettel és volt az egész, hanem itt van egy csomó gyógypedagógus, védőnő, tanácsadó, pszichológus. Ja. Akik segítettek ennek a cikknek az összeállításában, és én ezért gondoltam azt, hogy ezt dolgozzuk föl, mert hogy akkor nem ilyen légből kapott dolognak tűnik, hanem úgy hát lesz. Kb. Ezek szoktak leggyakrabban történni. Igen. Sajnos. Igen. Akkor mehetünk már. Szóval, mit gondolunk? Tök jó szerepeltek. Tök ügyesek voltak a gyerekek, úgyhogy nem készítettük őket felelőtt. Ja igen, tehát azt tudni kell, hogy konkrétan titokba tartottuk. Igen, titokba tartottuk. Én azt hazudtam, hogy a globális felmelegedésről fogunk beszélni. Én meg nem mondtam csak szimplán semmit. Egy dolgot nem tudunk nyilván, és nem is szeretnénk igazából kipróbálni, hogy éles helyzetben mennyire jók a válaszaik, mert ugye az más, hogy itt egy konyhában beszélgetünk. De az biztos, hogy nem árt, hogyha ilyesmire felkészítjük a gyereket, és ugye az derült ki, hogy azért itt-ott volt már legalábbis olyan helyzet, hogy iskolai zaklatás, vagy nem tudom micsoda, az
Az kb. Jó lett volna már, ha ezt tudják előre. Igen, az kb. Mindenhol, vagy minden, valószínűleg minden gyerek előfordul, hogy valaki beszól neki, vagy nem tudom. Úgyhogy ti gyerekeiteknek már jó lesz, hogy ezt megnézitek, és fel tudjátok őket paraméterezni. De mondjátok el a véleményeket kommentben, tehát tényleg, hogyha sztorik vannak, vagy vélemény van, azt várjuk nagy szeretettel, és aztán meglátjuk, lehet, hogy még foglalkozunk a témával. Igen, lehet. Addig is iratkozzatok fel a csatornára, jövő héten találkozunk. Kinek a csatornára? Iratkozzatok fel a csatornáinkra, mind a kettőre. Így van, így van, Bende Tibi, két BY, meg az enyémre, amin ezt éppen nézitek. Jövő héten találkozunk, sziasztok! Csinálok is. Gyerekek, a hangoskodást most befejeztük. Forog? Forog. Csak a kérdésre válaszolunk, és aki nem így csinál, az megy hideg zuhanyér a fürdőszobában. De akkor elázunk. Leszarom.